Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. A ciklus utolsó közgyűlése, Tolna megye további 4 milliárd forintból fejlődhet a jövőben. Összefogás, Szexárd és a tankerület közösen újítottak fel egy iskolát. Agrár szakképzések napja, több száz diák vett részt a szexárdi rendezvényen. Átadás, elkészült a Garai utca felújítása Bátaszéken. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 30 milliárd forintnyi terület- és településfejlesztési operatív programforrásból gyarapodott Tolna megye, és az értékkör mozgalomnak köszönhetően erősödtek identitásukban a helyi közösségek. A felépült utaknak, iskoláknak, óvodáknak köszönhetően pedig otthonosabbá is váltak a települések. Foglalta össze az eredményeket Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, a ciklus záró önkormányzati választás előtti utolsó ülésen. Fehérvári Tamás elnök megköszönte a testület 5 éves munkáját. Mint elmondta, a közgyűlési döntések a megye fejlődését segítették. Még az utolsó ülésen is napirendre vettek és zárt ülésen vitattak meg újabb topos pályázatokat. Már a topokban rögtön van egy olyan összeg, amit a kormányzat szeretne a következő körre még felhasználni, hiszen maradt még a büdzsébe tartalék az uniós forrásból. Erre is pályáznánk, ez reményeink szerint elérheti akár a 4 milliárd forintnyi összeget, azért ez egy jelentős problémahalmazt meg tud majd oldani, és maradt egy csomó települési pályázat a talomba, amely forráshiány miatt nem kerülhetett győztes pozícióba. Az összefogás sikereként értékelte Ács Rezső Szexárd polgármestere a Babits Mihály általános iskola korszerűsítését. Az oktatási intézmény jelentős felújításon esett át, melynek költségeit a város és a tankerület közösen állták. A polgármester bejelentette, a jövő év elején megkezdődik az új tornacsarnok építése is az iskolában. Mindenki olyan 750 millió forint értékben részesült, összességében több mint 28 milliárd forintot költöttünk a 4-1-3-as pályázatokra. Az iskola felújításokra ez 418 projektet jelent, mintegy 490-nél is több telephelyen. Az országos adatokat ismertette Hajnal Gabriella, a Klebersberg Központ elnöke. Ebbe a programba illett bele a szexárdi Babits iskola korszerűsítése is, melyet az intézmény fenntartó Szexárd város önkormányzatának közreműködésével vezényelt le. Ács Rezső polgármester azt mondta, ez a fajta összefogás vezetett eredményre minden az oktatást segítő pályázat esetében. Talán az egyik legfontosabb üzenet az, hogyha Szexárdon van egy jó kezdeményezés, akkor ahhoz könnyű partnereket találni, és ha talál valaki partnereket a kezdeményezéséhez, akkor az meg is valósul. Itt az oktatásban erre több példánk is van, hiszen a DNS-ben, a Bakában, az elmúlt esztendőben a vizes blokkokat felújítottunk, azzal 1100 gyereknek és 200 pedagógusnak tettük jobbá a mindennapjaikat. Ennek a gondolkodásodnak a folytatása az, hogy most a tankerülettel fogtunk össze, és a Babits iskolában újítottuk fel a homokzatot egy részét. A teljes beruházáshoz és felújításhoz a város 3 millió forinttal bejárult hozzá. A rekonstrukció további költségeit a tankerület állta. A tankerület saját forrásából felújította az iskolának a fűtésrendszerét, erre közel 14 millió forintot szántunk, lecseréltük a kazánokat, és korszerűsítettük a melegvízellátást, és hát az önkormányzattal közösen valósítottuk meg az épület földszintjén a nyílászáró cseréket, amire a pályázatban már nem volt forrás. Ács Rezső polgármester bejelentette, az év végén kezdetét veszi az úgynevezett munkacsarnok felépítése az intézményben, melyet a Babits iskolában is megfelelő tornacsarnok áll majd a tanulók rendelkezésére. Több száz általános iskolás diák vett részt a szexádi Csapó Dániel mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola pályorientációs napján. Az agrárszakképzést bemutató programok során a gyerekek a legkorszerűbb technológiákkal is megismerkedhettek.
Két nap alatt 8 bűncselekményt követett el egy tolnai férfi. A 25 éves elkövető szeptember 30-án éjszaka bemászott egy családi ház udvarára, és az ott álló nyitott autóból ellopta a pénztárcát és a laptoptáskát a benne levő iratokkal és készpénzzel együtt. Majd egy másik ingatlanba is bejutott a lépcsőházon keresztül, és onnan elvitte az ott tárolt babakocsit, valamint 5 a falra felhelyezett tájképet. A tolnai rendőrök néhány órán belül elfogták és kihallgatták a férfit, aki később további bűncselekményeket követett el. A házkutatás során találtak nála a bűncselekményekből származó tárgyakat, az egyenruhások előterjesztést tettek a férfi letartóztatására. Országos bűnmegelőzési rendezvényt tartottak a Bonyhádi Perczelmór szakközépiskolában. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által kidolgozott program interaktív módon, a tapasztalatszerzésre építve, életből merített szituációkon keresztül ad prevenciós ismereteket. A diákok bevonásával tartottak rendőrszakmai bemutatókat, szituációs gyakorlatokat és baleseti szimulációt. A fiatalok ezek segítségével testközelből láthatták, hogy válik valaki például egy bűncselekmény áldozatává. Nekem a legelső előadás tetszett a legjobban, az a, hogy a biztonsági övet, hogyha nem csatoljuk be, akkor mi történhet velünk, ha frontálisan ütközünk, vagy bárhogyan. Nekem az olyan, hát azt gondoltam, hogy ugye nagyobb probléma lehet belőle, de azt nem, hogy ekkora. A Reakció nevű programot 2015-ben indított el a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Eddig már több tucat helyszínen járt a rendőrök, mentősök, tűzoltók és börtönőrök közreműködésével bemutatott programsorozat. Az interaktív bűnmegelőzési rendezvény célja, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokra tegyenek szert. A programnak egyik a fő gondolata, hogy ami egy ilyen kínai bölcsességre épül, hogyha csak elmondod, akkor elfelejtem. Ha megmutatod, akkor emlékezni fogok, talán. Ha viszont részt veszek benne, átélem, benne vagyok, tapasztalom, akkor megértem. Az egyenruhások a büntető eljárások teljes folyamatát bemutatták, az elkövetéstől a rendőrségi előállításon és nyomozáson át a letöltendő börtönbüntetésig vezető műveletekbe is betekintést kaptak a fiatalok. Több mint negyedével 26%-kal nőtt tavalyhoz képest az antidepresszánsok kiskereskedelmi forgalma, derül ki egy piackutató cég közleményéből. A felmérés főleg a drogériákban kapható antidepresszánsokra vonatkozik, ha a gyógyszertári forgalom ebben most nincs benne, és a tavaly szeptember és idén augusztus közti időszakot hasonlították össze az egy évvel korábbi hasonló időszakkal. A piackutató anyagából az is kiderül, hogy ősszel megugrik a kedélyjavítók iránti kereslet, és decemberben tetőzik. Ősszel és télen realizálódik a teljes éves forgalom mintegy 30%-a. A választási ciklus kezdetekor tett ígéretet Bátaszék város vezetése, hogy a lehetőségek szerint felújítják a temetőt és a megközelítését lehetővé tevő Garai utcát, a munkával most elkészültek. Gipszaj tömelék és úterterelés így nézett ki a Garai utca Bátaszéken néhány hónappal ezelőtt. Az önkormányzat számos felújítás között a város egyik legforgalmasabb utcája a Garai utca felújításába és a vízelvezető korszerűsítésébe kezdett bele. Ez a város egyik legnagyobb jelentőségi utcája már csak azért is, mert ezen keresztül lehet megközelíteni a városi köztemetőt. Ezek pedig a mostani képek. A munkálatok eredményeként 248 méter hosszan és 5,5 méter szélességben elkészült az új útpálya. Ez szélesebb, mint az építkezés megkezdése előtt, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést. Sikerült a Garai utcában egy járdarekonstrukciót végrehajtani, csapadékvíz elvezetést kiépíteni zárt rendszer technológiával, illetve ezen a szakaszon megújítottuk a teljes aszfaltszőnyeget egy 5,5 méter szélességben, és emellett 17 új parkoló került kialakításra. Úgy gondolom, hogy ez a szakasz ez méltán megérett a felújításra, és egy kultúrát rendezett közlekedés biztosít majd a városi köztemető környékén. A ciklus ideje alatt 32 kilométernyi utat újítottak föl Bátaszéken. Emellett a Garai utcai beruházás kapcsolódott a temető korszerűsítéséhez is. A most elkészült útfelújítást a város saját költségvetéséből finanszírozta. A csapvízfogyasztás előnyeiről és az ásványvizes palackok környezetszennyező hatásairól hallgathattak meg előadást a gyerekek Bogyiszlón. A program során megtudhatták, hogyan válik iható csapvízzé a nyers víz. A program célja elsősorban a szemléletformálás volt. Valószínűleg ez a mondat a helyzetnek és a kameráknak szólt elsősorban.
A pedagógusok tapasztalata az, hogy a gyerekek cukros üdítőket és energiaitalokat isznak napközben, és hallani sem akarnak a vízivásról. Ezt a tendenciát szeretné megváltoztatni ez a kampány is, mely elsősorban a csapvízfogyasztás előnyeitől győzi meg az iskolásokat. Mindennek van egy környezetvédelmet szolgáló nézőpontja is. Minden tavaszon szemétszedési vagy hulladékgyűjtési akciókat szervezünk, de azért tavaszon, mert a legkevesebb a borítottság, de változatlanul minden út mentén, amerre emberek mennek. Én nem tudom, annyira önkéntesen letekerik az ablakot az ember, hogy már röpül is kifelé, tök mindegy, mi az, lehet alumínium kispalack, energiaital, ezek a pici, rövidítalós üvegek, műanyagok mindenhova repkednek. Az Országos Könyvtári Napok keretében szervezték Bonyiszlón az előadást és a víztisztító üzem látogatását. A mai napra pedig meghívtuk az Erőv Vízi Közmű ZRT vezérigazgatóját, Arti Andrásnét, hogy a Bogyiszlói Általános Iskola diákjainak a csapvíz fontosságáról tartson előadást, ami azért is nagyon lényeges, mert ugye elindult már ezzel kapcsolatban egy ilyen turné, hogy több helyre járnak el, és beszélnek a gyerekeknek erről, hogy ők bennük is tudatosuljon, hogy mennyire lényeges dolog ez. Évente megközelítően 300 ezer tonna műanyagpalack kerül a szemétbe. Arról nem is beszélve, hogy a bennük lévő vizek minősége vagy élettani hatása sok esetben rosszabb, mint a csapvízé. Egy óra belőlünk címmel rendeznek minden esztendőben bemutatót a szekszárdi Garai János gimnáziumban. Az iskola egykori diákjai által létrehozott rendezvény célja a népzene és komoly zene megszerettetése a hallgatósággal, miközben a fellépő diákoknak, zenekaroknak is lehetőséget ad a bemutatkozásra. Arra gondoltam, hogy azok a diákok, akik esetleg nem versenyeznek, de szívesen bemutatkoznának. Ez egy kiváló alkalom lenne, nem titkolt céllal, megnyerve a népművészetnek, a népzenének, a komoly zenének, és itt akkor bábuzó diákokat, balettos diákokat is hívtam szeretettel. Regionális híreinkkel folytatjuk. Kezdődhet a csarnoképítés Pécsen, 18 milliárdot fektet be és 200 munkahelyet teremt a német cég. Séta a merrák ellen, a szűrés és a megelőzés fontosságára hívták fel a figyelmet Kaposváron. Magyar, horvát és szlovén szakemberek tanácskoznak, egységes rendszer kialakítása a cél. Ünnepélyesen elkezdték a német ThyssenKrupp új gyárának építését a Pécsi Déli Ipari Parkban. Az autóipari motoralkatrészeket gyártó üzem több mint 17 milliárdos beruházással épül, 200 új munkahelyet teremt, de további bővítésekre is van esély. Az eseményen kiemelték, nem csak munkahelyek jönnek létre, hanem a kutatásfejlesztés területén a Pécsi Egyetem és a cég közösen dolgozhatnak a jövő technológiáin. Ezen a területen épül meg a német tulajdonú ThyssenKrupp cég pécsi gyártóbázisa. A Déli Ipari Parkban szerdán ünnepélyes keretek között adták át a területet. Az első kapavágás is megtörtént. A cég magyarországi vezetője magyarul mondott köszönetet a beruházás megvalósításáért. A jövő autóihoz gyártom alkatrészeket. A jövőben az egész világon nagyon sok megbeszélésén hangzik el Pécs névvel. Szeretném megköszönni minden kollégának, Győrben, Budapesten, Debrecenben és Jászfenszalun, hogy remek munkájákkal segítettek az új pécsi beruházásig. A ThyssenKrupp már 1990 óta van jelen Budapesten, a Műszaki Egyetemmel működnek együtt. De gyártanak már Debrecenben, Győrben, Jászfényszarun. A Dél-Dunántúlon Pécs az első helyszín, ahol termelésbe kezdenek. Eddig 50 milliárd forintot fektettek be hazánkban. Az eseményen részt vett az innovációs és technológiai miniszter is. A ThyssenKrupp a magyar autós környezetnek, autóipari környezetnek
az egyik legnagyobb szereplője lett, és nem csak a gyártás területén, hanem a kutatásfejlesztés területén, az alegerszegi autonóm járműteszpálya specifikáció és alkalmazásában a ThyssenKrupp erőteljesen vesz részt, és ezt a viszonyt ezt a jövőben erősíteni fogjuk. Másfél évig tartottak a tárgyalások, mielőtt eldöntötte a cég, hogy Pécsen is gyártásba kezd a vállalat, mondta a város polgármestere. Páva Zsolt szerint a kutatásfejlesztés, ezen keresztül pedig az egyetemi szerepet kap majd a cég munkájában. Itt nem csak egy sima gyártás fog történni, bár ez sem elrecsülendő, 200 munkavállalónak a bevonásával, hanem azért is, mert egy igen magas szint, egy igen fejlett technológia, amit a cég majd a munkás során alkalmazni fog, tehát egy olyan magas tudással rendelkező gyártásról van szó, amelynek a jelentőségét nem lehet elég alkalommal hangsúlyozni. A pécsi gyár kialakítására 18 milliárdot szánnak. 200 embernek ad majd munkát a német érdekeltségű világcég. Motoralkatrészeket gyártanak majd itt elektromos és benzines járművekhez. A termelés a tervek szerint már 2020-ban elindulhat. Minden 11. nő érintett a mellrákban, évente pedig összesen 2300-an halnak meg a daganatos betegségben. Kaposváron az immár hagyományos mellrák elleni sétán a megelőzés és a szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet, hiszen, mint elhangzott, a korai felismerés életet menthet. Forró Gyuláné 1992-ben egy önvizsgálat során tapasztalt rendellenességet a mellében. Mint mesélte, azonnal orvoshoz fordult. Műtét várt rá, de időben felismerték a daganatot, és így az életét meg tudták menteni. Az asszony üzent is a többi hölgynek a kaposvári mellrák elleni séta kapcsán. Mindenképpen figyeljék először magukat, önvizsgálatot tartsanak, meg feltétlen, hogyha valamit észrevennek, azonnal orvoshoz forduljanak, meg a szűrést feltétlen. Ne hagyják ki, akár van probléma, akár nincs probléma, de azzal nagyon sokat lehet segíteni, hogy időben megtalálják a problémát. A mielőbbi felismerés javítja a gyógyulási esélyeket, ezért is fontos a figyelemfelhívás, mondta dr. Mátrai Márta, a kaposvári mellrák elleni séta fővédnöke. Rendkívül fontosnak tartom a mellrák elleni sétát, ami már világméretűvé vált, annál is inkább, mivel rendkívül magasabb daganatos betegek száma, és úgy gondolom, hogy ezzel is fel tudjuk hívni a hölgyeknek a figyelmét arra, hogy milyen fontos a megelőzés, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatokon való részvétel. A Somogy megyei kormányhivatal, mint népegészségügyi területet is ellátó szerv, 7. alkalommal szervezte meg a mellrák elleni sétát Kaposváron. Dr. Neszményi Zsolt kormánymegbízott a szűrővizsgálatok fontosságát emelte ki. Nem csak beszélünk róla, hanem a magyar kormánynak egy új programja, a szűrővizsgálatot helyben visszük, és azokra a településekre, amik viszonylag alacsony lélekszámú, vagy a közlekedési helyzet miatt nehezen elérhető, oda szűrőbuszokkal megyünk ki. A hölgyek körében az emlőrák a leggyakoribb daganatos megbetegedés hazánkban. Minden 11. nő mellében alakul ki rossz indulatú daganat. Évente több mint 2300 nő hal bele az emlőrákba, holott az időben felfedezett esetek 80%-a gyógyítható. Esztergár Lajos díjban részesült az Idősek Világnapi rendezvényen Kocsis József Pécsen. A kitüntetést a szociális közszolgáltatások terén magas szakmai színvonalon végzett munkája, valamint eredményes közösségszervező tevékenysége elismeréseként adományozta a közgyűlés. A Szociág Nonprofit Kft. Ügyvezetője az Idősek Otthona és Idősek Klubja mellett üzemelteti az Idősek és a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét, valamint házi gondozást is biztosít. Kocsis József immár 20 éve végzi áldozatos példaértékű munkáját, hangzott el a laudációban. Legutóbb Pécsett a Rácvárosi úton nyitotta meg az Idősek Klubját. Patacs, Rácváros és ürögieknek is tudunk így módon már egy kis otthont is biztosítani a mindennapokban. És természetesen nem csak itt Pécsett, hanem Baranyában és Tolna megyében is ugyanúgy folytatjuk az idősek ellátását. És ezért is öröm számomra, hogy az idősek napján ilyen méltó módon megemlékezik a város, hogy a város nyugdíjasait meghívja ide Kodály Központba, és így együtt tudtunk ma örülni egymásnak, együtt tudtunk így ünnepelni. Határok melletti területek, őstermelők, kis- és középvállalkozások közvetlen uniós forrásból történő fejlesztése, ez a célja annak a társulásnak, amely Pannon ETT néven magyar, horvát és szlovén szakemberekkel folytat tanácskozás Zamárdiban.
A szakemberek most annak lehetőségeit tárják fel, hogy miként lehet különböző uniós országok gazdasági szereplőit határon túl is helyzetbe hozni. A Pannon NTT egy magyar, horvát és szlovén együttműködés és társulás, amely uniós forrásokból szeretné fejleszteni a gazdasági szektor különböző szereplőit határokon túl is, közvetlen uniós támogatásokat felhasználva. Ez az Európai Uniós Társulás azt a célt tűzte ki magá elé, hogy túl a hazai és túl azon Európai Uniós források között és interreges pénzek lehívásán túl közvetlen brüsszeli forrásokra pályázzunk. Ennek a feltétele az, hogy bizonyos tapasztalatokat, idézőjelben mondom, jó gyakorlatokat szerezzen ez a társulás, el tudjon számolni a Brüsszel fele az elköltött pénzekről, és megfelelő szakmai tapasztalatokat szerezzen a úgynevezett belépő projektekből. A társulás mögött már vannak sikeres projektek, elsősorban a kulturális örökségvédelem területén. Most azonban szintet léptek, hiszen egy olyan projekt kezdődött, amely az őstermelőket és a kis- és középvállalati szektort célozza meg. Eddig ugyanis folyamatosan falakba ütköztek a határon túli értékesítés során. Két projektet is kidolgoztunk, az egyik az Európai Bizottság közvetlen támogatásával valósul meg, ez kifejezetten az őstermelőknek a határon átnyúló piacra jutását, kereskedését segíteni elő. Ennek a projektnek leginkább az a célja, hogy egyáltalán megtaláljuk azokat a jogi akadályokat, amik ezen a térségben ezt a kereskedelmi tevékenységet akadályozzák. Ebben egyébként én azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket fogunk elérni. Számos fórumot tartottunk itt Somogy megyébe is, Baranyába és horvát térségben is ezzel kapcsolatban. A másik projekt pedig egy közel 1,3 millió eurós támogatás, amelynek lényege, hogy teljesen más kultúrák és módszerek összehangolásával olyan egységes rendszert alakítsanak ki, amellyel a kis- és középvállalatok határon túl is jóval nagyobb jövedelemtermelő képességre tudnak szertenni, és sokkal intenzívebbé tud válni ez a magyar, horvát és szlovén gazdasági kapcsolatrendszer. Végül nézzük, miről szólt a híradó. A ciklus utolsó közgyűlése Tolna megye további 4 milliárd forintból fejlődhet a jövőben. Összefogás, Szekszárd és a tankerület közösen újítottak fel egy iskolát. Agrárszakképzések napja, több száz diák vett részt a szekszárdi rendezvényen. Átadás, elkészült a Garai utca felújítása Bátaszéken. Pénteken változóan napos, felhős és hűvös időre van kilátás, a reggel kifejezetten hidegnek ígérkezik pára és ködfoltokkal. Délelőtt várhatóan kisüt a nap, de időről időre mérsékelt felhősödésre kell számítani. A nappali csúcshőmérséklet már nem éri el a 20 fokot. Már köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!